több mint kettő hete van az, hogy korhatározzák a reklámokat. Szóval az történt, hogy több mint kettő hete éjfél után nézem az Erdőt Klubot, mondom, na jó, nézem a Barátok közt ismétlését. Egyszer csak a késő esti híradó után újfajta korhatár figyelmeztetés jönnek meg. Amiben is vágom. Bizony. Mondom, ez az újfajta korhatár figyelmeztetés. Erre mi van? Reklám. Mondom, na jó, reklám, mi az ez? És lehet, hogy a képernyő jobb alsó sarkán ott egy 12-es reklám. És mondom, mi az ez? Mi történt az egész médiában? És nézem, gondolkozok valam, hogy ez a tök teljesen média, az teljesen felborult, hogy ilyen, hol lehet így normális valaki ezt, hogy korhatárra reklámokat adnak le. Egyszerűen kész viccnek tartom. Ugye így van, 12-esben. A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott. És 18-asban. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a következő reklámblokk megtekintése 18 éven aluliaknak nem ajánlott. Például egy férfi hormontal, mert hát csak 18-asban inkább a reklámozat. Az meg lehet, de a hüvelytabletta készítmény, az 12-esben is reklámozik el, az a 16-osban is. Mi van? Egyszerűen felfoghatatlan történik ebben az egész helyzetben, főleg Covid helyzet is volt. Gondolkozom, mely hibbant magyar fejébe pattant ki az ötlet, hogy korhatározzuk a reklámokat, hogy unblock, egy 10 éves gyerek is nézi, úgy, mint a... Van a YouTube-nál az a Puppa szabályzat, ahol... Koppa ellenére a szülők fiókját, és aztán a kisgyerekek. És úgy van a tévében is, hogy... Hiába korhatározzák a tévéadók a reklámokat, de... Ez ellen a kisgyerekek is nézik. Nem számít, hogy főműsoridő, vagy nem főműsoridő, de akkor is. És ezen gondolkodunk, hogy ez az egész korhatározás, ahogy van, ez kész viccnek tartom. Főleg egy 18-os kritikán vannak le egy olyan reklámot, ami semmilyen mesztelensége vagy szexualitásra utaló jel nincs. Elhiszem, hogy ez a törvény része, de ez abszolút nem passzol. De annyi feles, és például egy haját reklámozok, az mióta 12-es korhatáron van besorolva. Ez a gyerek is nézi, például egy dörmi édest reklámozok 12-es korhatáron. Gyerek is nézi! Vagy egy legót reklámozok 6-os korhatáron, de az nincs. Csak a gyerekeknek szabaduló szabadságjában nem reklámozok 12-esre, még az szerencsét, de ami nem gyerekcsatornák azokat, túrjunk fel egy 12-es könyvkel, vagy egy 16-osra, vagy 18-asra, ami brutál. És egyszerűen nem értem azt, hogy mi a szösznek van értelme annak, hogy korhatározzuk a reklámokat. Jól lehet engem osztogatni a kommentet, de nekem ez a saját véleményem, hogy minek? Nem értem semmi értelmének, nem tartom azt, hogy hiába mely 10 éves gyerek is nézi egy reklámot. Főként, amikor a gyerek csatornán egy nem odaillő reklám is van, például Cartoon Network-ra, vagy a Minimax-ra, vagy a Nickelodeon-ra, vagy
Isten tudja bármilyen gyerek csatorna és egy oda nem ülő reklám. Enélkül brutál. És így fogom a fejemet, hogy olvasom, hogy ért a tanulózás. És lassacskám szerintem azt kell mondani, hogy a televíziózás már a halálát járja, már a végét járja, már meg is halt lassacskám a televíziózás is. Lassacskám átveszi a helyüket a mainstream média, a YouTube, a Netflix, az HBO Go. Ki tudja, különböző olyan streaming szolgáltatás még. YouTube meg ilyesmi. Hiába erőltetik az embereket, hogy ez egy jó műsor, vagy egy nem jó műsor. Ez úgy van, hogy a televíziózás nagyon is szokás haldokni. Nagyon-nagyon haldokni, hiába tudunk menni. Covid helyzetben kicsit sikerült megmenteni a televíziózást a halálozási szélén, de ezek után, amikor korhatár ezek a reklámok, ki tudja, hogy nézi vagy sem. Jó, engem nem zavar a reklám. Volt korhatározat, de ez viccnek is tartom. Nem zavarok, hogy mi az összesnek attogok én a videóban. Na. De picit zavar az, hogy reklám előtt korhatár figyelztek, akkor mi nem volt, eddig jobb volt, hogy reklám, szervusz. Nem kell korhatár figyelmeztetni, a korhatár karikát figyelni. Csak annyi, hogy a korhatár karikát csak a műsor alatt lehetett látni. És most a reklámok is műsorszámnak minősülnek. Úgyhogy gratulálok innen is, hogy ezt sikerült jól elbaltázni az egészet, ahol van. Úgyhogy lassacskám a televíziózásra, hogy járkál az idő lefelé, és már lassan mainstream média szolgáltatások is veszik át a helyet. Úgyhogy ennyi. Ha ez folytatódik talán, akkor csak a reklám hirdetők átpártolnak YouTube-ra, ott sok tartalomgyártókon is, ott honorálják reklám bevételekkel, különböző reklámokkal. Bár valaki közülük reklámblokkolót is használnak YouTube reklám belohadályozásában. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem voltam. Ha egyet értesz a véleményem, akkor fejts ki a komment szekciót a videó alá, amit szívesen várom. Fel is iratkoztatok a csatornára, már csak 2 kell is meg lesz 160. Jó, nem kunyizok, feliratkozott. Ha tetszett, like, nem, akkor dislike. A leírásokban a social media felületen is, már a TikTokon is jelen vagyok. Már az is ott díszeleg a leírás sorban. Na én el is köszönöm tőletek, sziasztok!